jó napot kívánok, egy Délibáb 2000C típusú jármű belsejéből. Mirage 2000-esről fogok most egy picit beszélni. Alapdolgokat elmondom. Először is ugye pilóta fülkében ülünk, szép nagy tartály a mind a két szárny alatt. Nem, nincs mind a két szárny alatt? Hogy? Nincs mind a két szárny alatt. Na mindegy, nem tudom miért. Fura, hogy nem így tették bele. No. Ugye az első dolog, itt előttünk rögtön fönt egyenesen ez a HUD, Heads Up Display. Alatta van a Heads Up Display-nek a gombjai, tehát ilyen például bekapcsoló gombok, radarképernyő, fegyverzet, egy óra, ez a countermeasures, tehát a chaff és flare, autopilóta visszajelzők, irányindikátor, tehát merre áll éppen a repülők, magasságmérő, azt hiszem, hogy ez a sebességmérő, nem biztos, annyira nem is érdekes. Ez az RVR megfelelője, tehát a Radar Warning Receiver. Itt láthatjuk, hogy a besugárzásokat. Ez a motornak az éppen aktuális sebessége, vagy fordulatszáma. Benzintartályok, mennyi és mennyi van benne. HSI. Ez a fegyverekhez tartozik még. Tehát itt például, hogy jobb vagy bal oldalra itt lője ki. Test. Gunsight-nak a állítója, ilyesmi. Nos, itt egy picit le kéne googolnunk. Nem tudunk jobban? Aha, szuper. Jó. Master Caution Panel, vagy Master Warning Panel. Navigáció. Rádiók. Világítás, belső világítás, illetve még további egy-két navigáció, illetve kommunikációs dolgok. Ezzel indítjuk be a motort, majd circuit, vagy azért, biztosítékok. Az egyik fele. Jó. Ez mindenféle ilyen a hangereje dolgoknak. Újraindító repülő vagy levegőben való újraindításhoz ezt kell használni. Gázkar, picit előre is toljuk, mert okosan a gázkar alatt van például a radarnak a kontroll felülete. Aztán ez így ideig mind a radar, azt hiszem. Igen, ez nem működik, még nem működik, még Doppler, igen, jó. Külső világítás, taxi light, landing light, azt hiszem, hogy ez is kommunikációs dolgok, tehát ez például a, igen, UHF-VF egy manuál, és illetve a csatornaváltó. Jó, fly-by-wire szint, igen, a elég fontos, hogyha ez nincs bekapcsolva, nem tudunk lőni. A fegyverzet élesítője, tehát a fedélzeti gépágyú élesítője. Illetve itt ki lehet kapcsolni a fly-by-wire gain módot, illetve a fly-by-wire-t G-limitert. Ami azért jó, mert szép mozdulatokat lehet vele csinálni, hogyha ki vannak ezek kapcsolva. Na, akkor indítsuk be. Bal Ctrl-C-vel lezárhatjuk az ablakot. Először csak ilyen résnyire, és utána bezárja teljesen. Rögzíti is. Ez a Master Battery, vagy Main Battery Switch, ezt kapcsoljuk fel. Ide lejövünk, ehhez a panelhez. Bekapcsoljuk a fuel pumpokat. Start a fuel pumpot is.
Ezt ugye egyet, a ventilátort egyen jobbra állítjuk. És megnyomjuk a nagy piros gombot, és ahogy látszódik, el is kezd azonnal forogni. És 11-nél megáll. 11-nél kicsit előre toljuk a gázkart. És elindul teljesen. És jönnek életre a rendszerek egymás után. Harmincöt, 40. Ez picit fel fog menni, és aztán utána visszaesik ismét. Elaludt az indítás jelző. Jó. Esik is vissza. Rendben. No. Ahogy említettem, collision lights, navigációs és formációs fények. Ez a felszállás-leszálló fények. Egy... hogy van? Egy... a... taxi és kettő a leszálló. Utántank, vagy tankolás és police lights. No. police fények. Ezt vissza is lehet állítani. Hogy le lehet csukni a tetejét. Jó, ez itt nem alszik el, az a hidraulik. Úgyhogy nyomjunk egy ilyen emergency hidraulik pumpot neki, ekkor, ha már beindult az egész, és ettől elkussol nekünk. Ups. Navigációban nem mennék most bele, az igen csak hosszadalmas. De egy radart kapcsoljunk, egy RVR-t kapcsoljunk, és egy D2-t kapcsoljunk. Hát itt megjelenik az RVR-en, ugye, hogy most már lát minket. Nem bírok lejjebb menni, hihetetlen. És ezzel itt a HUD power switch-el, ezzel itt alul be lehet kapcsolni a kijelzőt. Na! Cseffet lehet bekapcsoljuk, autóra és kész, innentől kezdve működik is. Minden egyébként, ami normális esetben be van kötve egy normális konfigurációban, az itt ugyanúgy működik, tehát a C, az a Gun Space, a Weapon Release, meg ilyesmi. Jó, nagyjából ennyi is a repülőgép beindítása. Ha radart szeretnénk, akkor ezt a legalsóra kell kapcsolni. És ugye itt is be kell kapcsolni magát a kijelzőt, az ezzel lehet bekapcsolni. És már ott is van a standby üzemmód. Ja. Na, ez a radar addig nem fog működni, amíg föl nem szállunk. Úgyhogy tegyük azt. A nose wheel steeringet ugyanúgy be kell kapcsolni, mint a F-15C-nél, vagy az A-10-nél. De egyéb iránt, mert különben nem forog, egyéb iránt nagyjából egyszerű kezelni. Fontos megjegyezni, nincsenek flapek, tehát nem tudom, autoflap van. Az egész szárny, a delta szárny az egész... csináltam. A delta szárny egészében ott lehet látni, azok majd automatikusan ki és bekapcsolódnak, hogyha kell nekik. Nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, ennyiből jó. Na. Akkor szálljunk fel. Amire érdemes figyelni a Mirage-nál, ez egy nagyon pici gép, könnyű, és hogyha nincs egyensúlyban, tehát ez azt jelenti, hogy az előbb körülbelül 5-ször lezuhantam, vagy felborultam itt kifutón, mert elfelejtettem, hogy az egyik szárnyamon nincs ott az 1000 tonnás, vagy az 1000 kilós tartály, a másikon meg ott van. És simán elhúzta a gépet mindig balra, és nem értettem, hogy mi van, aztán leesett, hogy igen, nem jó, hogyha az egyik a szárnyon több a terhelés, mint a másik, mert simán elhúzza a gépet az irány, abba az irányba. Jó, benyomjuk a fékeket. 80%-ig föltekerjük. Minden oké. Okay. Semmi nem világít. Aminek nem kéne, akkor full. Afterburner, utánégető. És mehetünk.
közepén tartjuk. És ilyen 150-nél elkezdjük húzni fölfelé, amíg az a pici kis háromszög vagy nyilacska el nem éri a vízszinteset. Felhúzzuk a kerekeket. Mint említettem, nincs flap, és így amiatt nem kell aggódni. És ahogy látszik is, már be is kapcsolt a radar, amint felszálltunk. Tehát nem kell aggódni, hogyha a Földön nem látunk semmit a radar. Ez nem olyan, mint az F-15-nél, hogy ott is lehet látni mindent. Itt nem látsz. Ott vannak a fékek, mind a két oldalt alul felül vannak. Gyönyörűen. No. Agilis kis jószág. De vigyázni kell. Olyan 200 alatt nem nagyon hajlandó repülni. De inkább 300. Tehát óvatosan kell vele vezetni. Gyors, viszont a delta szárnyakat le lehet törni. Tehát ha elég erősen húzzuk bele, akkor le lehet törni a delta szárnyakat is. Akármit csinálunk. Because I was inverted. Na. Nagyjából ennyi a Mirage-nak az alapjai. Következő alkalommal beszélgetek egy kicsit a radarról, szerintem meg a beépített gépágyúról. Viszlát!